Hölgyeim és uraim, elérkeztünk az est fénypontjához, amikor is kiderül, hogy kinek a fejére kerül a több mint 1,5 kg súlyú fehér arany korona. Ezzel megkérem a versenyző hölgyeket, hogy fáradjanak a színpadra az eredményhirdetéshez. Kérem Szellő Imrét, a WBO cirkálósúlyú interkontinentál bajnokát, hogy virágcsokorral köszöntse a finalistákat. Ennyi buszit kapni. Most pedig szólítom dr. Strasser Tibor ügyvéd urat, hogy nyújtsa át a hitelesített eredményeket. Ügyvéd úr, üdvözlöm. Eldöntötte, ki a királynő, és természetesen kik az udvarhölgyek, valamint kik kapják a külön díjakat, illetve elsőként a 10 topba bejutott leány nevét fogja ismertetni a műsorvezető. Köszönöm szépen, ügyvéd úr. Na nézzük, akkor következzen a top 10 kihirdetése. Az első hölgy Vascsák Kitti. Áldott Nóra Virága következő. Bíró Tünde a harmadik. Kellerová Júlia a következő. Szabó Noémi. Mikó Fanni. Kuhajda Zsanett. Szuperág Barbara. Oldal Szintia. És a tizedikként pedig Mihók Orhidea. De ahogy a dalban is benne foglaltatik, itt nincsenek vesztesek, csak győztesek. Úgyhogy tapsoljuk meg a lányokat, a kiesett versenyzőknek pedig köszönjük a részvételt. És akkor nézzük először a külön díjakat. A blik.hu olvasóinak tetszését elnyerte a 2. sorszámú Mikó Fanni. A nagyértékű díjat átadja Vito Ákos, a Blik főszerkesztő helyettese. Most pedig színpadra szólítom a Miss Intercontinental Hungary License tulajdonosát, Fási Ádámot, hogy adja át a hölgyeknek járó készpénzkereményt. A jelképes készpénznyeremény átadás után pedig felkérem ifjabb Zsiga Zsoltot, az IBK világszervezet profi kiokusin világbajnokát, hogy adja át az Orosházi Alföld Gyöngye Hotel külön díjait. A díjakat kapják 9-es sorszámmal Mihók Orhidea. 18-as nagyon jó dolga van a mai napon. 18-as sorszámmal Oldal Szintia. A harmadik hölgy pedig 10-es sorszámmal Szabó Noémi. A magyar lányok szépsége nem ismer határokat. Ennek köszönhetően több cím kerül kihirdetésre. Felkérem Fási Ádámot, hogy koronázza meg először Felvidék legszebb hölgyét, aki nem más, mint a 8-as sorszámú Keller Júlia. Ezután a Vajdaság legszebb hölgye címet a 10-es sorszámmal Szabó Noémi nyerte el. Az Erdély legszebb hölgye címmel pedig a 4-es sorszámú Bíró Tünde büszkélkedhet. Kedves közönségünk, a zsűri szavazása által a magyarok világszépe második udvarhölgyének címét 2019-ben a 6-os sorszámmal Szuperág Barbara nyerte el. Felkérem Fásiné Marikát, a szépségverseny tulajdonosát, hogy helyezze fel az udvarhölgyre a válszallagot. Marika, kérlek, ne menj messzire, ugyanis az első udvarhölgy megtisztelő címet
az egyes sorszámmal Vascsák Kitti érdemelte ki. Felkérem ismét Fásinő Marikát, hogy helyezze fel a vászallagot. És akkor eljött az a pillanat, amelyre egész este vártunk. Hamarosan kiderül, ki lett a Magyarok Világszépe szépségverseny győztese. Ki képviselti majd hazánkat a Miss Intercontinental világversenyen. A zsűrinek nehéz dolga volt, ám végezetül megszületett a döntés. 2019-ben itt Budapesten, a Pesti Magyar Színházban a Magyarok Világszépe legszebb hölgye nem más lett, mint a kettes sorszámú Mikó Fanni. Felkérem Fásiné Marikát, a Magyarok Világszépe licensz tulajdonosát, hogy helyezze fel a királynői vászallagot, illetve adja át a királynő helyezésével járó főnyereményt, az 5000 eurót. Az első udvarhölgynek járó 2000 eurót, valamint a második udvarhölgynek járó 1000 eurót is. Gratulálunk a királynőnek és az udvarhölgyeinek. És akkor most, kedves nézőink, jöjjön az est fénypontja. Megkérem a 2018-as királynőt, Muszka Grétát, hogy hozza be a koronát, valamint felkérem Fási Ádám licensz tulajdonost, hogy koronázza meg a 2019-es szépség királynőt, a kettes számmal Mikó Fanni, aki az Indiában megrendezésre kerülő világversenyen képviseli majd hazánkat. Tovább fokozzuk az ünnepi hangulatot, színpadra szólítom Varga Viktort, hogy a versenyzőkkel karöltve adja elő a Magyarok Világszépe dalt.